Jó napot kívánok, honnan érkezett? Jó napot kívánok, Szengára jöttem ide kutyavásárolni. Látom, hogy gyönyörű szép festményeket hozott, ezeket milyen technikával készíti? Hát, 41 évet dolgoztam Herendén porcelángyárban, mint porcelánfestő, és most már nyugdíjba kerültem, és ez nem lehet elszakadni az ecsettől, tehát úgy gondolom, hogy a terpentin szaga egyszer megütött, az már nem tudja abbahagyni a festészetet. Mondtam, most ráér a időmben festészettel foglalkozom. Tájképeket festek, állatokkal festek, sok képet, és ez a szabad időmnek a kitöltése. Látom, hogy az állatvilág nagyon megfogja önt. Mik a legkedvesebb állatai, amit legszívesebben fest? Igen, mi a családunk az kutya szerető család, tartunk kutyákat, 20 éve tartunk kutyákat, kennelnéven van a Miklós Párgyi kennelnév alatt, már több kutyát tenyésztettünk, és keresünk itt a igazi vevőket, szeretünk ide Győrbe eljönni, itt mindig szerencsés helyzetbe járunk, és általában a kutyákat festem, de itt most hoztam például olyanokat, például a vadászat érdekel engemet, magam vadász nem vagyok, de sok vadásztársam van, és a mi valahogy bakonybalkonk, a körülöttünk levő vadakat, ezeket szeretem képekre festeni, úgy mint szarvasbőgés, akár itt a fácán, a vaddisznókat, de szívesen vállalok bárkinek, hogy akiknek kedvenc kutyája van, hogy kutyákat portréfestésettel is foglalkozom, és kutyafestéset, azt meg szeretem, ez a kedvenc témám. Ha esetleg valaki vásárolni szeretne öntől, milyen elérhetőségen talál önre? A Szentgálon lakom, a telefonszámom 30 0630-as 549-44-57. Köszönöm szívesen szépen! Szívesen festek mindenkinek kutyákat. Először megnézik, és utána biztos, mert sokat, mindenki meg volt elégedve ide a képeit. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen!